Egy olyan könyvről szeretnék ma beszélni, amelynek címlapján a szerző Kádár Jánossal látható. Ez nem egy alkalmi selfie volt egy gyárlátogatáson, hanem Kádár második és egyben utolsó életinterjúja. A szerző Kanya András pedig akkor az egyik lap a Magyarország főszerkesztőjeként szolgált. De a karrierjét az AVH-ban kezdte kémkedéssel, ezt mindjárt el is mesélem. Valójában persze nem mesélem el a könyvet, hanem kiemelek néhány érdekességet abból, amit a szerző Kanyó András részletesen is megírt a kötetben. Sós Gábor vagyok, és ez a Személyes Történelem kiadó egyik kötete. A Személyes Történelem kiadó önéletrajzok kiadásával foglalkozik. A kiadó a memoárokat, mint történelmi kordokumentumokat kezeli, és a kiadásuk nem jelent azonosulást a szerző véleményével. A könyv, amit a kezemben tartok, egy sokszínű életút bemutatása. A szerző gyerekként élte át a II. világháborút, és a felsőbb iskolás évei már a rákosi korszakra estek. Ahogy sok más alacsony származású fiatal, ő is megbecsülte, hogy megnyílt előtte a tanulási lehetőség, amely akár csak egy generációval korábban is csak keveseknek adatott meg. A szatmári szegény paraszti család ellenzése dacára öntőipari középiskolába ment, és azután semmi meglepőt nem talált, hogy az érettségi megszerzése után megmondták neki, hogy hol fog további képzést kapni. Ő azt hitte, hogy Kohó mérnök lesz, Kohó mérnöknek fog tanulni Magnitogorszban. Ehelyett az Államvédelmi Hatóság hírszerző iskolájába került nagy meglepetésére. Ahogy leírja, nem így döntött, nem az ő döntése volt, hanem egyszerűen ez sorsolta neki a rendszer. Szintén tőle tudjuk úgy, hogy végig ezen a vonalon mozgott, és nem volt közvetlen köze ahhoz, ahol, amiről az AVH amúgy elhíresült. Az első iskoláztatás után Moszkvába került továbbképzésre, ez pont az 50 es évek közepére esett, és 56. novemberében félbe is szakadtak a tanulmányai, hazadobták, de az AVH közben szétesett, miért egy ideig nem is kapott semmilyen megbízást. Aztán a 20. kerületi rendőrség parancsnok helyetteseként szolgált 57-ben, Sajnos erről vajmi kevés érdemik mesél a memoára, puszta tényen kívül. A hiatal aztán mégiscsak jelentkezett, Kanyó pedig formailag a külügyminisztérium állományába került, onnan pedig Londonba. A fedőállása szerint gépkocsi vezető volt, a valódi feladata szerint pedig kém. A magyar emigráció Angliában élő tagjait kellett megfigyelnie és beszerveznie. A részletek ott vannak a könyvben. A 60-as években kilépett a hírszerzés aktív állományából, mindazonáltal a rendszer nem dobta el, mint sok más veterán, aki politikailag továbbra is megbízhatónak számított, ő is a médiába került. Először a tévébe, és a híradós szerkesztői tevékenysége után a népszabadságba, ahol, a, ahol berlini, moszkvai és bonni tudósító. Lette egymás után, majd a kor egyik vezető újságja a Magyarország főszerkesztőjévé nevezték ki. A 80-as évek végén esett meg, már közvetlenül a rendszerváltás előtt, hogy az akkora már felfele buktatott pártelnöki felfele tolt Kádár Jánossal egy hosszú interjút készíthetett. Ez nagyon különleges volt, Kádár rengeteg interjút adott élete során természetesen, de ezek mind aktuális politikai kérdésekről szóltak. Életében mindössze kétszer beszélt hosszabban a, a személyes életéről és felfogásáról. Az elsőből lett Gyurko László könyve az arcképlázott történelmi háttérrel a 70-es években. Én azt hiszem, hogy akkor a példány jelent meg, hogy a számos otthonban még ma is lehet találni példány belőle. A második ilyen élet, életút interjú volt Kanyóé, ami Kádár halál előtt nem sokkal készült el. Maga az interjú megszervezésének története is rendkívül érdekes, és önmagában egy kor, kor történet. Csak egy epizód, mert a korabeli stílusa miatt érdemes felolvasni. Ez volt az első reakció az interjú ötletére, ez egy levél. Kanyó András elvtársnak a Magyarország főszerkesztőjének Budapest tisztelt Kanyó elvtárs, Sajnálattal közlöm önnel, hogy jelenlegi egészségi állapotom nem teszi lehetővé, hogy a kért interjú magnó készüljön. elkészüljön. Ezért úgy döntöttem, hogy amennyiben rövidített kérdéseiket megkapom, azokra írásban válaszolok. Budapest 1989. március 17. elvtársi üdvözlettel Kádár János, az MSNP elnöke. Készült két példányban. Benne van a könyvben, faximiliében, igazi kordokumentum, érdemes megnézni. Körülményes folyamat volt tehát az interjú készítése. Komoly politikai intrika szerveződött körülötte. A Központi Bizottság számos tagja részt vett, távolabbról az új pártfőtitkár is, és is az interjú előkészítésében. Bizonyára volt, aki az öreg pozícióját akart erősíteni. Az öreg a Kádár beceneve volt a pártkörökben és adott esetben ezzel az interjúval éppen Grósztal szemben próbálta volna megerősíteni, mások pedig le akarták járatni a, az ex-főnököt, aki szellemileg akkor már a hanyatlás jeleit mutatta. Akár is az interjú elkészült, még a szóban, ahogy a, a borítón is látható a, a képen, ténylegesen is leült Kádár kanyóval és egy hosszú interjút adott neki, ahogy később Kádár Jánosné is, aki, akinek egy tízrészes interjú sorozata jelent meg a Magyarországban a, a, az említett heti labban. A könyvben szerepel is egy fotó, ahol Kanyó András Kádár néval látható Kádár János temetése, után ezt is érdemes megnézni. Aki töredelmes megbánásra számít Kanyó András részéről ennyi évvel a rendszerváltás után, annak bizony csalódnia kell, a könyvgarú portálon készült egy interjú a szerzővel a könyv megjelenése kapcsán. Ennek a címe egy idézett a beszélgetésből. Szkanyó kérdezi, miért szolgáltam a rendszert? Hát volt másik? Azért ez egy olyan felfogás, amit nagyon sokan osztanak azok közül, akik ebben a korszakban élték le az életüket, vagy az életük egy jelentős darabját. Mert valóban igaz, hogy ha bármely szakmai karriert akart az ember, legalábbis egy bizonyos szinten felül, el kellett fogadnia a velejáró, mondjuk így kötelezettségeket. Aki külkereskedő akart lenni, annak azt tudhatta, hogy jelentenie kell a megbeszéléseiről, amikor hazatért, aki diplomata akart lenni, annak nyilvánvalóan a korab korabeli magyar külpolitikát kellett képviselnie, beleértve a szovjet és magyar nép megbonthatatlan barátságát. Aki szállodaigazgatóvá akart avanzsálni, annak bizony elő kellett segítenie, hogy bedrótozzák a szervek a az általuk kijelölt szobákat és a megjelölt külföldi vendégeket pont azokba a szobákba kellett az igazgatónak elhelyeznie. De azzal is lehet érvelni, és bizonyára sok mai olvasó így gondolja, hogy Kanyó András esetében azért ennél többről van szó. Ő nem egyszerűen megkötötte a kompromisszumát, és ezzel beleilleszkedett a mondjuk így kommunista együttműködés rendszerébe, hanem maga is formálta ezt a rendszert. Először, mint hírszerző, amikor megfigyelte és beszervezte a magyar diszidenseket Angliába, utána pedig, amikor tudósítóként és főszerkesztőként a rendszer aktív propagandistája lett. Ő nem a sportriporter volt, aki évi pár vonalas cikkért cserében írhatott a fociról, ő az volt, aki megrendelte ezeket a vonalas cikkeket. Biztosan lesz az olvasók között olyan, aki a megengedő álláspontot foglalja el, meg olyan is, aki inkább az elítélőt. Akárhogy is érdemes a könyvet elolvasni, mert belelátunk abban a rendszerbe, ami szerencsére már nincs, de azért a levonható tanulságok ma is tanulságok. Ahogy említettem, a könyv a személyes történelem kiadó gondozásában jelent meg, elvileg kapható minden terjesztőnél, mivel nem egy friss könyv előfordulhat, hogy be kell kéretni a boltba, vagy, vagy talán egyszerűbb megrendelni a libri vagy az online online felületéről, és aztán átvenni a boltban. A kiadónál is vásárolható a link a videó alatt elérhető elkönyvben is, például a Google Play-ből, tehát bármelyik Android, Android és telefonból nagyon olcsón megvásárolható. De a fizikai könyv az annyiban jobb, hogy tényleg ez ami továbbadható, mutogatható, és számos korabeli kép van benne, amelyek egyszerre követik a szerző életét, és mutatnak meg valamit a korban. Máskor is jelentkezni fogunk műsorokkal a személyes történelem kiadó könyveiről. Egy későbbi alkalommal sorra került Csap János könyve, aki a másik oldalán állt, itt sem kamu a borító, valódi fegyveres fordalmá volt 56-ban, azon a teherautón ő áll, egy olasz fotoriporter készítette a képet. 56-ban emigrálnia kellett, és Kanadában élt el a, az továbbra is nagyon színes életét. Ez olyan könyv lesz, amiről megint csak szívesen fogok mesélni. Köszönöm szépen a figyelmet, és remélem, hogy máskor is találkozunk.